27 nap alatt csaknem 4000 kilométer tekert le a Gödöllői Almási Attila és a Váci Vég Tibor Olaszországban. Almási Attila nem először biciklizik több ezer kilométert, idén már végigjárta a Kárpát-medence magyar nyelv területeit. 2013. május 1-én indultam, akkor pedig a Kárpát-medencét a magyar nyelv határa mentén tekertem körbe, ami azt jelenti, hogy Szlovákia, Ukrajna, Erdély, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, és úgy vissza Magyarországra. Ez pontosan 2870 kilométer volt, és ez 19 nap alatt sikerült teljesítenem. Tavaly pedig Magyarországot biciklizte körbe a határvonal mentén haladva, 10 nap alatt 1979 kilométert tett meg. A mostani szeptemberi olaszországi 27 napos út is az ő ötlete volt, korábban többször nyaralt ugyanis Itáliában. Társával, Vég Tiborral, külön edzésekkel nem készültek a hosszú útra, ám az átlagnál többet kerekeztek, nem ritkán 100-200 kilométert. Olaszországban az út San Pietroból indult, főként a tengerpart mellett haladtak. Fönt, Trieste fölött indultunk San Pietroból, ez egy dombos szőlővidék, gyakorlatilag onnan csak legurultunk Velencéig. És hát Velencét, ugye az első nap Velence volt, mentünk Rimini, Ancona, Bari, Lecce felé, lefelé, a Csizmasarka felé. A Csizmasarkát megkerültük talpán végig, ugye jöttünk fölfelé Gallipoli felé. Hát utána jöttünk az ismertebb városok, Nápoly, Róma, Pisa, Genova. Genován átjöttünk a hegyeken, föl a Pósíkságra, és akkor hát Pádova felé, visszafelé, viszintesen, és újra föl San Pietroba. Gondolom, egy ilyen úton azért ezernyi nehézséggel is meg kell küzdeni, nem csak fizikai nehézséggel, hanem akár közlekedési, vagy nagy Isten közbiztonság nehézséggel is. Hát a közlekedés az tökéletes. Ahogy az olaszok a kerékpárosokkal, a kerékpárosokhoz viszonyulnak, az nagyon jó. Szép, óvatosan kerülnek ki minket. Igaz, hogy folyamatosan dudálnak, egy ilyen pici dudával jelzik, hogy mögöttünk vannak. Szóval a közlekedés nagyon jó volt. Ahhoz képest, hogy még autópályán is mentünk 50 kilométert. A rendőr szerencsére nem állított meg, úgyhogy nem volt gond. Nagyon jók az útjaik, tehát a mi útjainkhoz képest is feltűnő jó útjaik vannak. Nagyon szélesek a patkák. Szerintem kimondtam a biciklisek miatt építik ilyen szélesre. Rengetegen bicikliznek Oroszországban, versenyszerűen is, 70 év fölött is, nagyon sok 70 év fölötti versenybiciklissel találkoztunk. Sőt, azt hiszem két versenybe is belefutottunk útközben, ahol hétvégén rendeztek ilyen szenior versenyeket. Nagyon sokan bicikliznek, nagyon örülnek a bicikliseknek, nekünk is nagyon sokan drukkoltak az út szélén, tapsoltak, oké jeleket mutogattak, tehát nagyon élvezték azt, hogy valaki biciklizik. Olaszországban átlagosan több mint 140 kilométert tekertek naponta. Minden nap tekertünk, olyan átlag 147 kilométerre jött ki, a végén, hogy visszahoztottuk. A csomókkal voltak gondok, igen, nagyon nehéz volt a bicikli, durván 40 kiló körülbelül, és hát rögtön az első nap ebből is futottunk, mert Velencébe beengedtek minket a rendőrök, azt mondták, nyugodtan mehetünk, csak ne üljünk föl, mert azt ott nem szabad. Toltuk ugye egészség a biciklit, viszont át kellett minden hídon emelni. A hídak ugye lépcsővel vannak ellátva, tehát gyakorlatilag 603 hidat átemeltük a biciklivel, úgyhogy hát ez egy kicsit kellemetlen volt. A bicikliseknek dacolni kellett az időjárás viszontagságaival, olykor a több mint 30 fokos meleggel, olykor a metsző széllel, vagy a szakadó esővel. Hát a Pósíkság, igen, ott szembeszelet kaptunk végig, és folyamatosan három napig esett az eső, az nem volt egyszerű, de túléltük. Úgyhogy hideg volt, mínusz, majdnem, hogy mínusz fok volt, nulla fok is volt talán. Éjszaka nulla fok volt, úgyhogy fáztunk is a sátorba elég sokszor. Kemény napi rendet követelt a táv megtétele a kerekezőktől, akiknek nem sütött a hasára a nap. Hát általában reggel 7 óra felé keltünk, fél hétkor, hétkor. Összepakoltuk a felszerelésünket, az durván egy fél óra, háromnegyed óra volt. Úgyhogy legkésőbb 8 óra felé mindig elindultunk. Általában azt csináltuk, hogy egy ilyen 10-10-valahány kilométert beletekertünk reggel egy kávéig. A kávé az csak azért volt ugye beiktatva, mert hogy a videókamerát és a telefonokat tölteni kellett. Tehát gyakorlatilag egy kávézón mindig feltöltöttük, illetve megkértük, hogy töltessük a telefonokat. Aztán tekertünk megint egy olyan órát, másfelet, kettőt, akkor megreggeliztünk. Természetesen útközben videóztunk, ahol érdemes volt videózni. Aztán olyan két óra felé, nagyjából két óra felé ebédeltünk majdnem minden nap, akkor az pont jó volt, mert ugye pihenni muszáj volt egy picit, és akkor gyakorlatilag délután már egyfolytában tekertünk, este hétig legkésőbb, illetve hát
egy olyan 4-5 napot talán belecsúsztunk észkötekerésbe is, mert vagy nem találtunk szálláshelyet, vagy olyan helyen volt a éppen a kerékpáros penzum, ahol nem lehetett megállni. Tehát vagy éppen egy olyan úton voltunk, ahol nem tudtunk lemenni az útról, vagy tényleg egy a nagyváros környékén, ahol egyszerűen nem volt lehetőség sátrat verni. A biciklisek sátorban aludtak túlnyomó részt, csak egy éjszakát töltöttek szállodában. Ahogy ránk sötétedett, vagy éppen nem sötétedett ránk, úgy találtunk szállást, de aludtunk egy ilyen 4 emeletes házba, ami félig kész volt, se ablakok, se ajtók, második emeleten. Fölvittük a bicikliket az emeletre, és mellettünk pedig egy Dobberman tanya volt, ahol ilyen tenyésztették a kutyákat, nem tudom, egész ilyen ugattak, úgyhogy az egy nagyon érdekes szállás volt a részünkről, nem Tibi? Igen. Tehát ahhoz képest, hogy alapvetően sátorozni akartunk, de a sátor ugye esőben már az enyém nem annyira bírta, elhasználódott, úgyhogy gyakorlatilag mindig olyan helyet kerestünk, ahol legalább féltető van a fejünk felett. Ez a 4 emeletes épés így jött. Aludtunk félkészházban, romosházban, aztán Nápoly előtt volt egy érdekes helyzet. Gyakorlatilag helyi biciklisták felhívták a figyelmüket, Nápoly környékén meg ne próbáljunk aludni sátorban, mindenünket ellopják reggelre. Sajnos ez ilyen. És hát ott beleszaladtunk abba, hogy nem tudtunk megállni, egyszerűen annyira sűrű az elővárosok sora, hogy nem volt lehetőség sátraznunk, és gyakorlatilag azt vettük észre, hogy már Nápolyban vagyunk, mire ránk estedett. Úgyhogy ezen az egyetlen egy helyen és egyetlen egy alkalommal kénytelenek voltunk egy ilyen kis motelszerűségben megszállni. Igen. Nagyon kedves vendéglátónk volt, reggelit kaptunk viszonylag olcsó áron, meglepően olcsón. Úgyhogy ott motoreztünk, egyébként végig sátraztuk az egész utunkat. Útszélén, stráda mellett volt, hogy csak 2 méteres nádas sor volt gyakorlatilag az út és köztünk. Ha nem volt út, akkor vonat mellett aludtunk, tehát gyakorlatilag végig olyan helyeken, hogy az ember nem is gondolná. De nem volt rossz. De tengerparton is aludtunk nagyon sokszor, úgyhogy az is egy nagy élmény volt, hogy a tenger ott morajlott. Nagyon-nagyon jó volt. Tengerparti terasz alatt. Tengerparti terasz alatt a naplementét, a napfölkeltét, ezeket mind végignéztük. Ez gyönyörű volt, hogy a tengerre rávilágított a hold, vagy a nap, hogy ment le. Ez nagyon, nagyon nagy élmény volt. És egyébként az étkezéseket hogyan sikerült megoldani? Hát gyakorlatilag valamennyi ételt azért vittünk magunkkal. Igyekeztünk levesporokat főzni este, pláne, hogy egy meleg kaja legyen bennünk. Sokszor az sem sikerült, mert olyan fáradtak voltunk, inkább nem ettünk semmit, este csak aludhassunk. Hát alapvetően gyümölcsöt ettünk, gyakorlatilag végig lett idézőben legelni Olaszországot. Nagyon sok szőlő volt, füge volt, rengeteg ilyen útszélén fügefák, kivivel találkoztunk, görögdinnyével, narancssal, zöld narancssal, nagyon finom a zöld narancs is. Igen. És hát természetesen néha-néha azért befutott egy-két kenyér, vásároltunk, vagy ha úgy jött ki, hogy 5-6 napja vizet ittunk, akkor egy-egy kólát megittunk. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag elláttuk munkat. A 27 napos olaszországi út egyébként fejenként körülbelül 130 ezer forintba került a bicikliseknek, akiknek az egyik legnagyobb élményük a Vezúvhoz kötődik. Nápoly környékén, ugye hát ott van Nápoly, ott a Vezúv, onnan visszajöttünk a szállásunkról. Az gyakorlatilag egy jó félnapos út volt föl a Vezúvra. Nagyon meredek, nagyon hosszú, de nagyon megéri. Azt nem kellett volna kiadni semmiféleképpen. Hány méter volt ez az út? 1200. Maga a Vezúv? 1200 méter fölött van, ha jól emlékszem, de az utolsó 600 métert csak gyalog lehet megtenni, úgyhogy ott kénytelenek voltunk külön-külön felmenni, mert biciklit nem engedik feltolni, úgyhogy kint le kellett rakni. Ugye a cuccokat nem mertük ott hagyni, egyikünk felment, addig a másik vigyázott a biciklire és fordítva. Bár elsősorban nem a városnézés volt a kerekesek célja, néhány gyönyörű itáliai városban mindenképpen barangolniuk kellett. Ugye előre megbeszéltük, hogy mi az, amit mindenféleképpen nézni akarunk. Tehát Velencét azt végignéztük, ott vagy 3-4 órát sétálgattunk a városunkból, az gyönyörű szép. Tulajdonképpen Nápoly, Róma és Pizza volt az, amit mindenféleképpen nézni akartunk, és itt több időt szántunk a videózásra. De sajnos hát eleve úgy épült, hogy az egész terv, hogy muszáj volt tekerni. Tehát nagyon sok helyen nem tudtunk videózni, akkor sem szerettünk volna, mert muszáj volt haladni. Amikor esett az eső, ugye eleve kiestek a kilométerek, akkor másnap be kellett pótolni. Tehát gyakorlatilag nagyvárosok, mondom, Velence, Nápoly, Róma, Pisa, amit mindenféleképpen meg akartunk nézni. Egy ilyen hosszú út megtételéhez nem akármilyen biciklire van szükség. Almási Attila szerint a legfontosabb a kerék külső gumijának a minősége. Az útra vittek külsőt és belsőt is a ragasztó felszerelés mellett, és nem szabad elfeledkezni a zsírozásról, olajozásról sem. Attila egy defekttel megúszta, Tibornak azonban 11-szer akadt ilyen gondja.
Milyen speciális bicikli kell egy ilyen táv megtételéhez? Hát, mint látszódik, ez egy KTM kerékpár, egy 29-es vázzal, egy nagyon jó nyereggel, ami nagyon fontos, ugye több napon keresztül ebbe ül az ember, egy vékony kerékkel, egy nagyon jó külsővel, amik nagyon fontosak, legyen rajta egy ilyen térképtartó, legalább két kulacs, hogy folyamatosan tudjon az ember vizet venni magához. Hát a csomagokat, azokat így lehet megoldani, ez nagyon praktikus, nagyon célszerűek. Hát mindenképpen legyen rajta, ami nagyon fontos, a világítás, elől-hátul, sisak, ami még hozzátartozik a kerékpárhoz. Hát én nem krikkes cipőbe nem tekerek, hanem én bakancsba, úgyhogy nekem bevált ez a dolog. Amúgy meg nagyon rendben van a kerékpár, úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogyha ki tehet ilyen kerékpárral, hogyha szeretné ezt az utat teljesíteni. Vég Tibor egy Trek kerékpárral teljesítette a pontosan 3969 kilométeres olaszországi túrát. Mi most vastag kerék van rajta, de neki is szintén vékony kereket használ. Neki is a kormány, a nyereg nagyon jó. Van neki egy ilyen könyöklő, aki szereti, hogy támaszkodjon rajta, az annak javaslom. Ő sem teker krikkes cipőbe, úgyhogy ő is sima bakancsba vagy cipőbe teker, szintén a kulacsok elhelyezhetők, legyenek rajta, világítás, a csomag, hát más nem igen van. Meg a te felszerelés, ugye, hogy amik hozzátartoznak, a külső-belső, ezek tökéletesek legyenek, mert enélkül nem érdemes elindulni. Ennyi csomaggal nem egyszerű 100 kilométereket tekerni, de izomláza egyiküknek sem volt. Ugye rengeteg csomag húzza a súlyt, húzza az egyensúlyt is, tehát például nekem van egy kartámaszom, hogy látszik a biciklén, én azt rengeteg sokat használom, de most nem nagyon tudtam, mert ha letámaszkodtam, akkor az egyensúly rögtön megváltozott, és gyakorlatilag nem volt elég biztonságos. Tehát fogni kellett akkor, majd ha elment egy kamion mellettünk, az először megtolt, aztán amikor túlment rajtunk, akkor meghúzott, tehát nagyon-nagyon kellett figyelni arra, hogy ne dőljünk el. Olyan gyakorlatilag, mint egy felnőtt embert vittem volna magammal a csomagtartón. A jól sikerült olaszországi kerekezés után Attila már szövegeti a következő út tervét. Én említettem a Tibi barátomnak, hogy én Lengyelországba szeretnék jövőre eltekerni, innen Gödöllőről Lengyelországba. Úgyhogy nekem a következő tervem ez lenne, és gondolom a Tibi is fog társulni mellém, majd meglátjuk. Addig is itthon rólják a kilométerek százait.